Egy rangos fesztivál helyszíne, híres történelmi parkjáról, ami fénykorában közel 70 hektáron terült el, de ezeken túl vajon mi rejtőzik még a boncidai Bánfi kastélyban? Csók Zsolt régész csapatával közel három éve végez a kastély nyugati szárnyának pincéjében. Számadásként jellemezte Csók Zsolt régész a Kolozsvári Magyar Napok keretében tartott előadását. Az elmúlt öt évről, 37 ásatásról, nehézségekről és felfedezésekről mesélt a teltházas előadóteremben. Szó esett a bánfi kincseinek felkutatásáról, illetve a fellelt örökségek visszaállításáról is. A pincékben ásunk azért, mert abban a szárnyban a főépület azon nyugati szárnya alatt amelyről beszéltem, feltételezzük, hogy maradványai megvannak egy, egy korábbi udvarháznak, és annak a nyomait próbáljuk mi most valahába kideríteni. Azt el kell mondanom, hogy friss, épp ma találtunk olyan nyomokat, amelyek vaskori településre is utalnak. Csók kitért arra is, hogy az elmúlt években egyre jobb a közös munka a román régészekkel, de még mindig érezhető a feszültség. Az előadáson részt vett Mordovin Maxim Magyarországi Régész, aki jelenleg Szlovákiában végez ásatásokat. Véleménye szerint az ott többségben élő szlovákok közös történelemként tekintenek a magyar műemlékekre. Ha most kifejezetten a történeti Magyarország, középkori Magyarország és korújkori Magyarország műemlékállományát nézzük, Összesen lehet hasonlítani a két helyzetet. Az alapvető különbség az, hogy ott a szlovákok, szóval nincs ilyen, igazából nincs különbség szlovákok és magyarok között, mert mindenki a sajátjának érzi az összes ott lévő műemléket. Az előadás ideje alatt a két régész a szakma körüli nehézségekről is beszélt, kiemelve, hogy egyre kevesebb régésznek tanuló fiatal jelentkezik az egyetemekre.